Att deg eller i Roseveg. Újd le a szemed, lélegezz mélyeket, és képzeld magad elé a tájat. A tiszta égen imit amott fehér felhők lebegnek. Egy magas hegy ágaskodik feléjük. Helyenként hófoltok borítják rögös oldalát. Lábánál gyönyörű lombhullató és fenyőerdő. A völgyben zöldes árnyalatú kristálytisztató. Közepén két fából készült csónak lebeg egymás mellett. Bal partján fákkal benőtt sziklaszirt található. Jobb partján apró emberek nézelődnek. Mögöttük zöldes-sárga erdővel borított hegyoldal. Most kezd el óvatosan mozgatni az ujjaidat, majd lassan nyisd ki a szemed. Rajzold le, vagy fest meg a tájat, amit elképzeltél. Most megismételjük a gyakorlatot. Újd le a szemed, lélegezz mélyeket, és képzeld magad elé a tájat. Van egy hegy, az aljában erdő. Előtte egy tó két csónakkal. Egyik partján emberek állnak. Erdő és sziklák veszik körül. Kezd el óvatosan mozgatni az ujjaidat, majd lassan nyisd ki a szemed. Rajzold le, vagy fest meg a tájat, amit elképzeltél, úgy, ahogy emlékszel rá. Most vesd össze a rajzaidat a képen látott tájjal. Melyik rajz hasonlít jobban hozzá? Az első vagy a második? Mit gondolsz, miért az első hasonlít jobban? Íme a két szöveg. Megkérlek, olvasd el te magad is őket. Figyelj a részletekre. Az A szövegben bemutatott táj sokkal könnyebben elképzelhető, ugyanis a tájelemek bemutatása egy logikus sorrendet követ. A leírás kezdődik az éggel és a felhőkkel. Haladunk a hegy felé, eljutunk a hegylábán helyezkedő erdőhöz, végül a völgyben levő tóról is olvashatunk, illetve ennek jobb és bal partjáról. A leírás menete tehát fentről halad lefelé, távolról közelre.
Azt is észrevehettük, hogy az A szöveg részletgazdag. Keresd ki az A szövegből a színekre, anyagokra, méretre, bármilyen más tulajdonságra, illetve viszonyítási pontokra vonatkozó szavakat, kifejezéseket. Rendszerezd ezeket ezekhez hasonló buborékokba. Íme a megoldások. Te milyen tulajdonságokat tudnál asszociálni egy virághoz mondjuk? Például elképzelhető az, hogy a virág illatos, színes, gyöngéd. Szép, karcsú, emlékeztető. Megtanulhattad, hogy a tájleíró szöveg egy olyan szöveg, amely tájat mutat be. A leírás menete egy logikus sorrendet követ, illetve roppant fontosak a részletek, árnyalatok, méretek, formák, illetve a viszonyítási pontok. Miért? Mert könnyebb így elképzelnünk a leírtakat. Most te következel. Írj egy 5-7 mondatos tájleíró szöveget a kép alapján. Ne felejtsd el, amit ma tanultál a tájleíró szövegről. Sok sikert neked!